Beszélgető partnerem Bukovinszky Béla, aki a Békés Szent Andrási Szent András sörfőzde tulajdonosa és ügyvezetője. A sörfőzde 25 éves, de az ügyvezető és a tulajdonos te 2013 óta vagy, ha jól tudom. Igen. 13 decemberében vettük át az üzemet Simko Józsi bácsi, tehát praktikusan 14-től, és ugye mivel 93-ban alakult, most már nem is 25 éves, hanem már lassan 27. Igen, igen, itt ennek az évek. Azóta, 2013 óta mondjuk éltetek-e meg egyáltalán hasonlót, mint amilyen ez az elmúlt két hónap volt? Március közepet óta ugye kijárási korlátozás volt mindenhol a járványhelyzet miatt. Május 4-e óta két hete most már ezt feloldották itt a mi környékünkön, vidéken. Hogyan sikerült átvészelni ezt a helyzetet? Én azt gondolom, hogy ilyet senki nem élt meg, tehát ez az nem túlzás azt állítani, hogy ilyen talán az európai történelemben, meg a sör történetében sem nagyon sok volt. Tehát ez semmiképp sem mondjuk a kis üzemi sörök történetében. Nyilván voltak már válságok, meg voltak ilyen-olyan hullámhegyek, meg völgyek, de az, hogy egy iparágat mondjuk ilyen módon terítsen le egy külső hatás békeidőben, az arra nincs példa. És hát nyilvánvalóan, mivel a kisüzemi sörfőzés is, meg a nagyüzemi is, ugye elég szervesen kapcsolódik a turizmushoz és a vendéglátáshoz, értelemszerűen ez ugyanaz az iparág, mint mondjuk a mosodák, vagy a vendéglátóipar más szektorai, ugyanúgy térdre kényszerült, úgyhogy igen, márciusban gyakorlatilag le kellett fékezni a termelést. Hogyan sikerült tovább élni? Ugye arra a kérdésre, hogy hogyan sikerült tovább élni, hát igazából a mi termelési szerkezetünk viszonylag diverzifikált ugye a többi kis üzemhez képest, mert nem vagyunk annyira fesztivál és hotel meg vendéglátó függők, hanem azért nagyon sok élelmiszerboltba, hiperekbe is, tehát multicégekhez is szállítunk be. Ott azért nem volt ekkora a visszaesés, úgyhogy igazából ilyen szempontból hát elmondom, hogy nem volt tragikus, mert az volt, de már látjuk az alagút végét. Igen, egy kicsikét megemelkedett mondjuk a webshop forgalma, illetve a házhoz kiszállítás forgalma. Igen, hát a sör az nem tipikusan az a termék, amit az ember webshopon keresztül vásárol, mert nem olyan nagy értékű, meg törékeny, meg mit tudom én. De alapvetően a tervben volt már korábban is természetesen egy webshopnak a kialakítása. Ez most ilyen a nem sürgős, nem fontos dobozból átkerült a nagyon sürgős, nagyon fontosba. És igen, a március-április hónap folyamán azért a webshop, meg most májusban is a webshopos megrendelések elég erősen elindultak. Azért azt kell tudni, hogy azért ez a nagy egészből, ez pár százalék még így is, tehát igazából ez inkább kármérséklésre alkalmas, mint egy komplett üzletág eltartására. Gyakorlatilag a termelés is leállt teljesen? Volt olyan időszak, amikor le volt állítva a termelés, ez az első 2-3 hétben volt így, aztán fokozatosan apránként jön vissza. De ezt nem úgy kell képzelni, hogy pénteken még nem termelünk, hétfőtől meg teljes gázzal, hanem természetesen egyre sűrűbben vannak már palackozások, egyre gyakoribbak lesznek majd a főzések, amik nyilván volt olyan időszak, amikor nem történt meg. A munkavállalók, a dolgozók, velük mi történt, tehát hogyan tudtátok őket védeni? Igen, hát úgy kis település előnye az hogy itt azért vannak olyan lehetőségek, amelyek kapcsán ezeket a dolgozókat úgymond ki tudtuk bérmunkába helyezni, és sikerült megmenteni a dolgozók munkájának, vagy a munkakörének a nagy részét. Ugye egyrészt mezőgazdaságban, másrészt pedig a húsiparban azért ez a válság ez egyáltalán nem éreztette a hatását, sőt, átmenetileg még akár nagyobb keresletet is generált, mondjuk gondolok itt például a húsiparra, ahol sikerült, igen, főleg a húsvét környéki időszakban elhelyezni kollégákat, akik maradtak a mi állományunkban, de ott tudtak átmenetileg munkát vállalni, akik fokozatosan jönnek vissza a vállalkozásba, és fokozatosan veszik át az eredeti munkájukat. Tehát folyamatosan dolgoztak végül is, nem érte őket semmiféle hátrány? Hát nem, nyilván itt most abban az értelemben mindenkinek valamelyest csökken a fizetése, más típusú munkát végez, de alapvetően nem veszítik el a munkájukat, azért az egy fontos dolog. Történt a leállás alatt valamilyen felújítás, folyamatban van-e valamilyen pályázatotok?
Nem pályázatos, hanem pályázaton kívül apró felújítások igen történtek. Itt különböző olyan munkákat tudtunk elvégezni, amelyekre egyébként a folyamatos üzem miatt nincsen lehetőség. Ezek ilyen belső karbantartási, meg burkolás és egyéb olyan munkák, amiket akkor nem tudunk megcsinálni. Nyilván nehéz tervezni, mert én azt gondoltam, hogy még mondjuk májusban sem lesz termelés, ehhez képest azért most már elég jól elindult, és véletlenül a június az meg még jobb lesz, tehát nyilván ezek a munkák ezek így befejeződtek. A pályázat az ebből a szempontból nem volt, tehát most nem tudtunk olyan pályázati munkát készíteni, viszont ugye a kormánynak van egy ilyen munkahelytámogató pályázati lehetőség, ami ezekben a szektorokban, ugye vendéglátás, turizmus, borászat, pálinka, sör van biztosít lehetőséget, amelyekkel megpróbálunk élni. Egyébként ez még nem dőlt el, tehát beadás alatt van a pályázat. Most május 4-e óta, most van már második hete, hogy feloldották a kiárási korlátozást, illetve a vendéglátóipari egységek kinyitottak kívülről, most már belülről. Talán a belföldi turizmus is itt a környezetünkön kezd majd beindulni. Érezhető-e valami pozitív változás? Abszolút érezhető, bár azért hozzáteszem, hogy ez elsősorban azért vidékre koncentrálódik. Budapest azért még bármennyire is épp ma nyitnak a kerthelységes helyek, de azért tudni kell, hogy Budapesten a vendéglátóipari helységeknek a nagy része az nem kerthelység. Van egy pince vagy beltér, ugye ott kevesebb kerthelység van a nagyváros miatt, úgyhogy az még kevésbé érezhető, meg hát ugye a külföldi turisták azok gyakorlatilag most el fognak maradni lényegében egész nyáron. A belföldi turizmus talán hamarabb áll föl, de azért ez még nyilván nem hozza a tavalyi számokat. Azon túl még ugye a söriparnak van egy sajátság, az pedig az időjárás függő. Szokták is mondani, hogy a legjobb marketinges a napocska a söriparban, mert ha kisüt a nap, akkor megnöveli a forgalmat. Ilyen értelemben az üdítővel és a jégkrémmel egy picit hasonló módon működik. Nyilván szezonális termék, hát ennek, hogy a májusi hektikus időjárás az nem kedvez különösképpen. Ez így volt éppen tavaly májusban is, úgyhogy várjuk a nyarat, és várjuk azt, hogy a korlátozások feloldódjanak, és akkor a vendéglátás meg a turizmus helyrevén lehet. Ahhoz mit szólsz, hogy augusztus 15-éig tulajdonképpen semmilyen rendezvényt nem lehet rendezni? Tudjuk, hogy fesztiváloztál, fesztiválokkal foglalkoztál hosszú-hosszú éveken keresztül. Most ez az év azért más lesz, mint az előző évek voltak. Hát egyrészt örülök, hogy abba hagytam a fesztiválozást. Nem irigylem a fesztiválos kollégákat, nagyon sok ilyen Facebook csoportban ben vagyok, és ismerőseim is megosztogatják, hát nagyon nagy a dráma. Tehát tényleg azt gondolom, hogy a fesztiválos szektor az sokkal nagyobb pofont szenvedett el, mint a turizmus bármely más ágazata. Úgyhogy, és nehéz is lesz nekik felállni, azért is, mert egyrészt, ha meg is szűnnek a korlátozások, akkor is az emberekben még benne lesz egy ilyen belső korlát, hogy azért nem mennek olyan helyekre, ahol szorosan nagy tömegben, ugyanaz vonatkozik egyébként sportrendezvényekre is, hogy nem fognak egymás hegyén hátán koncertekre járkálni. Úgyhogy hát nem irigylem, ugyanígy egyébként ez vonatkozik a szabadtéri színházakra is, tehát sajnos ez azt hiszem, hogy ez ennek a szezonnak mindenképpen abban a szektorban lőttek, talán a jövő évben lesz belőle valami kilábalás. Egy Winkler Robert interjúban nyilatkoztad még március vége felé, hát akkor, amikor elkezdődött tulajdonképpen ez a helyzet, hogy szó szerint azt mondtad, hogy az idei nyár az már kuka, és ősztől indul újra az élet. Van-e valami remény esetleg arra, hogy jobb lesz egy kicsit? Hát nem vagyok proféta, és a márciusban valóban úgy nézett ki, hogy az egész nyár kuka. Tehát akkor őszintén leszek, sokkal pesztimistább voltam, mint most. Én azt gondoltam, hogy még májusban sem oldódnak föl a korlátozások, úgyhogy nem is terveztünk úgy a májussal, ahogy egyébként alakult. Hála Istennek egyébként elég jól kezelték Magyarországon a vírust, és emiatt nyilván föl lehet oldani jobban a korlátozásokat. Tehát gondoljunk csak az olasz helyzetre, ott azért sokkal nagyobb dráma volt. De ezzel együtt is azt gondolom, hogy a nyár az azért lesz egy fekete éve a turizmusnak is, a söriparnak is, az üdítőnek, mindennek, mert mire az emberek hozzászoknak ahhoz, hogy ki lehet menni, addigra pont vége van a nyárnak. Tehát ilyen értelemben most is áll az a mondás, talán kicsit pongyolán fogalmaztam, hogy a nyár kuka, de hogy minden esetre ez sokkal gyengébb lesz, akármilyen időjárás lesz, mint a korábbi éveké, ez nyilvánvaló. Azért ebben az évben, az év elején történtek jobb dolgok is, mint amiről most éppen beszélgetünk. Volt egy nevezetes nemzetközi csehországi sörverseny, ahol nagyon szép díjakat nyertetek. Igen, évek óta járunk több nemzetközi versenyre, többek közt több cseh versenyre is.
És az egyik, ez a legnagyobb, ez a úgynevezett World Beer Idol, tehát a világsör idolja verseny, ahol elég komoly mezőny verődik össze. Nem is mertünk kimenni átvenni a díjat, mert egyrészt nem tudtuk, hogy megnyerjük, és másrészt meg nem is sejtettük, hogy megnyerjük, aztán ugye ne utazzon ki az ember fölöslegesen, de hála Istennek most már nem először nyerünk díjakat ott, de arany és ezüstérmet még nem, ezüstet már nyertünk, de aranyat még soha. Azért azt tudni kell, hogy ezek a sörversenyek úgy működnek hasonlóan, mint a borversenyek, hogy nem egy aranyérem van, meg egy ezüst, meg egy bronz, hanem a különböző pontok vannak, és a bizonyos pontok fölött az aranyérem, és a többi, és egy darab gyémánt van. Nagyon erős a mezőny, általában azért ugye csehek, németek, belgák vannak ott, és mindig öröm megszorítani ezeket a nemzeteket, és mutatja azt, hogy fejlődik a magyar kisüzemi sörfőzés is, meg közte a miénk is. Elmondhatjuk azt, hogy melyik volt ez a két sör? Ha nem minősű reklámnak, akkor megtisztelő. A Retteget Iván nevű ilyen Imperial Stout, egy nagyon erős fekete sörünk lett az aranyérmes, és az ezüstérmes az pedig a Bandibá nevű IPA sörünk, ugye a IPA mint stílus, ez mostanában elég népszerű, de ez egy elég jól sikerült darab, most már úgy érzem, hogy kicsiszoltuk a nemzetközi szintre. Van-e valami készülőben, valami újdonság, valamilyen új fajta? Igen, nagyon sok újdonság lett volna, ha a vírus nem viszi el, mert nyilván most egy kicsit más a helyzet, úgyhogy emiatt kevesebb újdonság lesz, de azért lesz nyáron újdonság, meg majd karácsonyig bezárólag több is, de az kétségkül tény, hogy mondjuk legalább a kétharmada az ugye a vírus áldozatává vált. Most inkább koncentrálunk a meglévő termékeknek az értékesítésére, megfőzésére. Nem árulnék el több titkot ettől, de 3-4 új termékre azért évvégéig lehet számolni. Akkor várjuk ezeket az új termékeket, és hát reménykedjünk benne, hogy azért a nyár és az ősz még hoz közös együttléteket. Köszönöm szépen, és remélem, meg minden jót kívánok minden vendéglátós és sörfőző és borász és pálinkás kollégámnak is, mert azt hiszem, hogy ránk fér.